Legyen a Dani még a Gerson. Leandro Böde és Gera gólt rendelt a szombati Ferencváros-Debrecen rangadóra, pontosabban bajnoki mérkőzésre. A Fradi-Loki párosításra ugyanis ebben a szezonban a debreceni mélyrepülésnek köszönhetően erős túlzás lenne ráhúzni a rangadójelzőt. Nagyon szomorú vagyok, hogy ilyen helyzetben van a csapat, azért Debrecen ilyen körmények között, ami van ott a stadion, az utánpótlás bázis, úgyhogy minden adódó, hogy egy jó csapat legyen. Egy debreceni csapat mindig az öt helyzetben kell, hogy legyen. A bajnokság kell küzdeni, és nem ott a kiesés ellen harcolni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy azért bent maradnak. Leandro bánata érthető, hiszen két bajnoki címet és bajnokok ligája csoportkört ért el a Lokival. Most viszont a Fradival a tabella harmadik helyéért harcol. És amióta visszatért sérüléséből, az zöldfehérek mindhárom meccsüket megnyerték, három rugott gólt átlagolva. Így is sok gólt kaptunk, érzésem szerint. Azért boldogok lenne a nullára tudnék hozni ott hátul a meccseket. Idegesít, hogy ebből a szezonban sok gólt kaptunk, úgyhogy az utolsó három meccs jobban birtokoltunk a labda, és jobban is a letámadások jobban működött, és azért is jobban is játszottunk. Most olyan paszban vannak játékosaink, akár Vargalolit mondom, akár Danit, Mutárit, támadóink, akik most gólerősebbek, gólérzékenyebbek, illetve fontos azt is megemlíteni, hogy az elmúlt három meccsen ugyanabban az összeállításban tudtunk játszani, ami azért szintén elősegíti azt, hogy kicsit hatékonyabb a játék. Tomás Doll a szezon végére tehát úgy néz ki, megtalálta a csapatát. A Fradi előnye egy pont a Vasas előtt a bronzéremért folyó harcban, három fordulóval az idény vége előtt.